Víg Attila fújt jelképes ébresztőt a Magyar Honvédség 7. területvédelmi ezred 19. Szalontai Ferenc területvédelmi zászlóalj honvédelmi táborában. A népszerű rendezvény szerdai napját ugyanis a Veres Péter iskolában töltötték a fiatalok, ahol a határon túl is híres győri lovas nemzetőr díszszakasz kalauzolta őket a huszárok világába Víg Attila vezetésével, aki rendhagyó módon lóhátról válaszolt stábunk kérdésére. A kitalálója nem én voltam ennek az egésznek, hanem az Eker Balázs százados úr. Ő keresett meg, mint bajtársát, hiszen én is még mindig önkéntetett, mint katolikus katona vagyok. Ő keresett meg azzal, hogy ez a hetes táborban, hogyha itt előadást tartanánk, mert akinek a múltja nem érti, az a jövője bizonytalan, és akkor a programokat már viszont én raktam össze, és amit, hogyha Franciaországtól elkezdve mindenhol megdobogtatja Németországba, Stuttgartba a szíveket a magyar huszár, hát ma Magyarországon, hogy ne. Tehát a gyerekek, akik itt vannak, le a kalap előttük, tisztelet, nem a Balatonon vannak, vagy bárhol, ott is legyenek. Azt, hogy itt vannak, és olyan elegánsan mozognak, kiképzőjüknek is tisztelet. A Veres Péter mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképző iskolában komoly hagyományai vannak a lótenyésztő képzésnek. Az intézmény első szóra a tábor mellé állt, és nyitotta ki kapuit a fiatalok előtt. A hagyományok őrzése a legfontosabb, azt gondolom, egy ilyen rendezvény megemlítése kapcsán, meg a gyökereink, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk, és lássuk a jelen helyzetet is. Ez a rendezvény ezt a célt is szolgálja, hogy gyakorlatilag a fiatalok megismerhessék a huszárvilágot, és a mai hadviselésnek a technológiájáról is kapnak egy bemutatót a nap folyamán. Szabó Ádám, szakaszvezető. Víg Eszter, szakaszvezető. Kálei Boglárka, szakasztag. Gelencsér Boldizsár, szakasz. Különleges produkcióval készültek a hagyományőrzők. Víg Attila elmondása szerint ezt a lovas karusszelt ebben a formában még soha nem mutatták be. A nagy meleg ellenére látványos produkciót láthattak a táborozók. A lovas produkció mellett érdekes előadással, a korabeli eszközök bemutatásával, finom ebéddel és izgalmas beszélgetésekkel készültek a szervezők, akik nagy lelkesedéssel igyekeztek közelebb hozni a huszárok világát a fiatalokhoz. Az esemény rangját mutatja, hogy két hagyományőrző huszár is ellátogatott Győrbe, a Magyar Honvédség Budapest helyőrség dandár gróf Nádasdy Ferenc huszárosztályából.